Mai vendégem világszerte ismert író, Sunday Times bestseller szerző, eddig közel 4 millió példányt adtak el a regényeiből. Sötét, véres, kemény krimiket ír, ami nem véletlen, végzettsége szerint ugyanis kriminálpszichológus. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra érkezett hazánkba, sikerült egy beszélgetésre elcsípnem Chris Cartert. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk az eddigi legvéresebb epizóddal. Hello Chris! Hello, hi! Hello. Hogy tetszik Budapest? It's not my first time. I've been here before. Several times. Köszönöm szépen. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy itt vagyok. Nagyon sokszor jártam már Budapesten. Tegnap érkeztem. Nem sokat tudtam körülnézni a városban, ugyanis kevés időm volt. A bazilika mellett van a szállásom egyébként, úgyhogy a bazilikát azt szépen körbejártam. De Luca elvitt és megmutatta nekem a belvárost. Láttuk a parlamentet. Utána elmentünk vacsorázni. Aztán pedig elmentünk egy elég őrült helyre bulizni, ez az akvárium volt, nagyon tetszett, és hát elég korán keltem ma, tegnap este meg este 10-kor értem vissza a hotelbe, úgyhogy nem túl sok időm volt aludni, de nagyon tetszik Budapest, gyönyörű város. Elég színes életed van, tehát hogy te Brazíliában születtél, ott nőttél fel, és 17 évesen vettek fel a Michigan State University-re, kriminálpszichológus lett belőled, majd ott hagytad a pályát, zenéléssel foglalkoztál, aztán író lett belőled. Nem vagyok otthon teljesen az amerikai oktatási rendszerben, de nekem az, hogy 17 évesen vettek föl egy egyetemre, az nagy szónak tűnik, hogy ez az volt odakint. Hogy sikerült ezt elérni? Tehát igazából nem 17 éves voltam, amikor felvettek, hanem 15. Úgy történt az egész, hogy középiskolában 2 évet is gyakorlatilag átugrottam, tehát csináltam egy tesztet, és azt látták, hogy sokkal többet tudok. Úgyhogy amikor 8-os voltam, akkor a 9-et nem jártam ki, hanem megcsináltam ezt a tesztet, és rögtön 10-es lettem. Utána pedig 10-ben megint csináltam egy tesztet, és rögtön 11-es lehettem, úgyhogy elég hamar le tudtam tenni az érettségit. Amerikában ez úgy van, hogy amikor elvégzed a középiskolát, akkor meg kell írnod egy tesztet, ez az úgynevezett SAT teszt, ez mindenki számára ugyanaz, és minden egyetem ugyanazt a tesztet kéri. Matematikából és angolból, tehát 2 tárgyból kell megírni ezt a tesztet, és kapsz egy pontszámot a végén. Az összpontszám, amit el lehet érni, matematikából 750 és angolból is 750. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a Harvardnál, illetve a Yale-nél mind a kettőből 740-et kérnek, tehát majdnem 100% a ponthatár, de mondjuk a Nebraska-i egyetemen ott csak 520 pont a ponthatár. És attól függően, hogy sikerül ez a teszt, úgy kerülsz be az adott egyetemre. Úgy történik az egész, hogy középiskola végén 10 egyetemet tudsz megjelölni ingyen, hogyha több egyetemet szeretnél megjelölni, akkor azért természetesen fizetni kell. Én is a végén megjelöltem néhány egyetemet, és hát elég sok helyre felvettek, így történt. Igazából én először orvos szerettem volna lenni, mert édesapám is orvos. De édesapám azt mondta, hogy semmiféleképpen nem lehetsz orvos, én nem szeretném. Ő Brazíliában orvos, és úgy döntött, hogy jó, akkor körbevisz a kórházban, megmutatta az operálótermet, megmutatta, hogy mi a helyzet a pszichiátriai osztályon, és a végén megkérdezte tőlem, hogy jó, akkor még mindig orvos szeretnél lenni, és azt mondtam, hogy nem. De akkor még nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, de Amerikában eltérő az oktatási rendszer, mint a legtöbb országban, ugyanis nem kell eldönteni olyan hamar, hogy mit szeretnél csinálni. Magyarországon és Brazíliában hasonló az oktatási rendszer abból a szempontból, hogyha mondjuk orvos szeretnél lenni, akkor azt a fajta tesztet, azt a fajta felmérést kell megcsinálnod, és akkor vagy fölvesznek orvosira, vagy nem.
vagy hogyha szeretnél mondjuk építész, vagy mérnök, vagy ügyvéd lenni, akkor ennek megfelelően választod, hogy miből érettségizel, vagy miből írsz tesztet. Amerikában ez nem így működik. Először felvesznek egyetemre, utána pedig választasz. Tehát megadja azt a lehetőséget a diákoknak, hogy egy kicsit elgondolkodjanak, tudják azt, hogy ilyen korban még nem feltétlenül tudja az ember, hogy mit szeretne csinálni. Tehát az első év az egy általános év, 7 különféle tárgyat oktatnak az első szemeszterben, van közötte jog, gazdaság, pszichológia, üzleti adminisztráció, illetve mérnöki tanulmányok. Utána 6 hónappal később az embernek van egy kis rálátása, hogy miről szól. És akkor azt mondom, hogy jó, nekem a gazdaság és a mérnöki tanulmányok annyira nem tetszik, ellenben tetszik a pszichológia, illetve a jog. És akkor így folytatod tovább, 3 tárgyat kapsz jogból, és 3 tárgyat pszichológiából. Az első év után pedig mondjuk el tudod dönteni azt, hogy jó, nekem igazából a pszichológia tetszik, és azt szeretnék tanulni. Úgyhogy én is így választom. Gyakorlatilag. Én 1981-ben kezdtem az egyetemet, úgyhogy eléggé idős vagyok. Minden beszélgetésben elmondom azt, hogy a Jackson 5-ot is láttam még, amikor Michael Jackson fiatal volt, úgyhogy hát ennyire idős vagyok. De visszatérve a témára, ugye a kriminál pszichológia, illetve a viselkedés pszichológia kurzus, ez egy teljesen új kurzus volt, amikor én elkezdtem az egyetemet. Most, hogyha megnézzük, a Netflixen van egy Mindhunters nevű sorozat. Ez gyakorlatilag a profilozásról szól, amikor az FBI elkezdte ezt a típusú profilozását a bűnözőknek. A történetben 2 pszichológus járja Amerikát, és különféle bűnözőkkel beszélgetnek, és az ő viselkedésüket elemzik. Nos, ekkoriban volt az az idő, amikor én kezdtem az egyetemet, hogy elindított az FBI 2 új részleget. Az egyik, az a Nemzeti Központi elemző részleg, méghozzá az erőszakos bűncselekményeket elemezte ez a részleg, illetve volt egy másik, ez a viselkedés elemző részleg, és ennek a 2 részlegnek mutatja be a munkáját egyébként ez a sorozat, ez a Mindhunters. 1984-ben döntöttek úgy, hogy elindítják ezt a 2 új részleget, és Ronald Reagan, az akkori elnök, 85-ben írta alá arról a törvényt, hogy ténylegesen megkezdik majd a munkájukat. Én konkrétan ebben az évben végeztem az egyetemen, úgyhogy ezért is csöppentem ebbe így bele. Akkoriban ez az egyetemi kurzus nagyon érdekes volt nekem. Ugye bejött a tanár, és sorozatgyilkosokról, illetve az ő viselkedésükről kezdett el beszélni, úgyhogy rögtön úgy döntöttem, hogy ezt szeretném csinálni. Nekem nem is kellett egyébként ez az egy év az elején, hogy eldöntsem, mert 6 hónap után tudtam, hogy kriminálpszichológiával, illetve viselkedéspszichológiával szeretnék foglalkozni. Amikor én egyetemre jártam, ez ugye 16-tól 20 éves koromig volt. Amerikában 21 évesen ihatsz először alkoholt, úgyhogy úgy kellett végigcsinálnom az egyetemet, hogy nem ihattam a többiekkel. Azt olvastam egy interjúban veled kapcsolatban, hogy az első tetthelyek eléggé megviseltek, mint hogyha azt mondtad volna, hogy konkrétan ott kidobtad a tacsot. Milyen tetthelyeken voltál te, mint kriminálpszichológus? Every crime scene is horrible. It doesn't matter. Tehát minden büntet helyszíne szörnyű, nem számít, hogy hova mész, mindenhol azt látod, hogy szörnyű dolgok történtek. És akkoriban, amikor én elkezdtem ezt a foglalkozást, a kriminál viselkedés pszichológus foglalkozást, teljesen új szakmáról volt szó, tehát előtte nem létezett a szakma, senki nem ismerte, nem tudták, hogy mi mivel foglalkozunk. Úgy kezeltek minket, mintha mi is nyomozók, detektívek lennénk, oda vittek szépen a helyszínre, és ott feküdt még az áldozat, és mi szépen körbejártunk, és mindent elemeztünk. Utána pedig okos találgatásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy mi történhetett. A pszichológia az egy nagyon exakt tudomány. Ugye sok évet töltesz az egyetemen, sokat olvasol,
nagyon sok mindent megtudsz, de amikor utána odamész a tett helyszínére, az valami teljesen más dolog. Ugyanis itt gyakorlatban kell csinálni valamit. Oda mentünk, elemeztük a helyszínt, utána megnéztük az áldozatot viktimológiai szempontból, megnéztük, hogy mekkora szintű, tehát hogy mi volt az erőszak szintje annak az adott bűncselekménynek. Azt is megpróbáltuk kitalálni, hogy az illető hogyan, az elkövető hogyan juthatott be a helyszínre, és utána pedig próbáltunk tapogatózni, hogy mégis mi történhetett, mondjuk az elkövető valószínűleg 30-40 év közötti, tehát megpróbáltuk szépen felépíteni a történetet. De minden tett helyszíne, mint mondtam, elég szörnyűséges. Gyakorlatilag leírhatatlan. Tehát például, amikor belépsz, az a borzasztó bűz, amit érzel, az is szörnyű. Pontosan nem emlékszem az első helyszínre. Arra emlékszem, hogy sok vér volt, de pontosan már nincs meg. A másodikra viszont kristálytisztán emlékszem. Nagyon fiatal voltam. Tudni kell azt, hogy Amerikában sokkal erőszakosabbak a bűncselekmények, mint máshol. Most itt egy csecsemőt tettek be egy mikrohullámú sütőbe, és megsütötték. Tehát ez egy egészen leírhatatlan és megmagyarázhatatlan dolog volt. Nem csak nekem fordult fel a gyomrom, hanem mindenki másnak is, aki ott járt ezen a tett helyszínén. Azt tudni kell, hogy minden országban, Magyarországon is, Amerikában is más típusúak a bűncselekmények, illetve más az erőszakossági szint. In Hungary, but it's different in different countries. And America is a much more violent place than people. Amerikában ez az erőszakossági szint sokkal magasabb, mint az emberek gondolnák. Ráadásul én egy olyan városban dolgoztam, amely eléggé erőszakos volt, egyébként is Detroitban. Nem tudom, hogy azóta változott-e a helyzet, de most, tehát akkoriban az egyik legerőszakosabb város volt. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ott nagyon erős etnikai különbségek vannak, illetve nagyon erős a szegregáció, úgyhogy emiatt is, és hánytam, nem csak az első, nem csak a második, hanem volt, hogy utána következő helyszíneken is rosszul lettem a látványtól. Tehát ez egy nagyon jó munka, nagyon szeretem, de mentálisan igenis megviseli az embert, és traumatizál az, amit látunk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nagyon fiatalon kezdted ezt a szakmát, hogy lehet annyira fiatalon, még tapasztalatlanul megőrizni a mentális egészséget, és nem kísértenek ezek az esetek az álmaidban például? I still do. I suffer from insomnia. Igen, hát nem csak akkor az elején, hanem ma is vannak rémálmaim, ezt be kell, hogy valljam, és álmatlanságtól szenvedek. Például tegnap felébredt, mondjuk ez úgy néz ki, hogy egyik nap felébredek éjszaka 3:30-kor, vagy pedig az előző éjszaka mondjuk felébredtem 2:30-kor éjszaka. Vagy ma mondjuk éjfélkor feküdtem le, de már fönn voltam reggeli hajnali 4:45-kor. Úgyhogy igen, évekig küzdöttem, és most is küzdök ezzel a problémával. Amikor ugye elkezdtem ezt a foglalkozást, akkor nekem is oda kellett mennem a helyszínre, körbe kellett néznem. Manapság a kriminálpszichológus már nem ezt csinálja, ő már csak a képeket nézi meg, elolvassa a jelentést, és ez alapján dolgozik. Nem mindegy, hogy egy képet nézel, vagy pedig téged is oda visznek a tett helyszínére. Úgyhogy mentálisan ez egy nagyon megviselő munka volt számomra, és igen, az elején nagyon sok rémálmom volt. Néha azt gondoltam, hogy na, most fogok megőrülni, de lépésre kifejlesztettem egy technikát arra vonatkozóan, hogy ezt tudjam kezelni. Amikor egy szörnyű álom, egy rémálom kellős közepén voltam, akkor megtanultam felismerni, hogy ez most nem a valóság, ez most álom, és elmondtam magamnak, hogy Krisz, ez most egy álom, ébredj fel. És ez évekig nagyon jól működött, nem számít, hogy milyen szörnyű álomról volt szó, fel tudtam magam így kelteni. Sajnos ezt a képességemet már elveszítettem egyik napról a másikra, ugyanis 2019. szeptember 1-én elveszítettem a szerelmemet. Ez 4 évvel ezelőtt elég szörnyű körülmények között történt.
és emlékszem, hogy ott ültem a nappaliban, néztem magam elé, és azt mondtam magamnak, Chris, ez csak egy álom, ébredj fel. És nem ébredtem fel, mert sajnos rá kellett jönnöm, hogy ez a valóság. Wake up, this is a dream, and it wasn't a dream. I lost the power. So now, every night for four years, az volt az a nap, amikor elveszítettem ezt a képességemet, hogy felébresszem magamat. Ez már 4 éve történt, és azóta legalább egy rémálmom van egész éjszaka, minden éjszaka. Nem tudok egy húzamban 4 órát aludni. Van olyan, hogy mondjuk 1 óra után felébredek, és akárhányszor elalszom, mindig álmodok valamit. Egy éjszaka akár 4-6 álmom is van. Hogyha 6-ot álmodok, akkor ebből 3 rémálom, és hetente 2-szer olyan élményem is van, amikor tényleg ilyen Hollywood stílusban riadok föl az éjszaka kellős közepén, hogy izzadok, és minden bajom van. Ez a szörnyű éjszakai ébredés, amit senki nem kíván magának. Úgyhogy most azt mondom, hogy gyerekek, ne legyetek kriminálpszichológusok, nem éri meg. Ezekből a rémálmokból te tudsz inspirálódni? Mennyire inspirálódsz a korábbi tapasztalatokból, amiket kriminálpszichológusként éltél át, és mennyire a rémálmokból például? The nightmares don't inspire me at all, because unfortunately all my nightmares is about me killing myself. All of, they're very bad, they're very hard. It's very dark. Tehát a rémálmaim egyáltalán nem inspirálnak, ugyanis a legtöbb rémálmom arról szól, hogy öngyilkosságot követek el, úgyhogy hát elég sötét gondolataim vannak, és ezek egyáltalán nem inspirálóak. We say it in England that inspiration is for amateurs. Hogy honnan szedem az inspirációt? Nos, van egy mondás nálunk, az inspiráció az amatőröknek való, mi pedig csak dolgozunk. To wait for inspiration. You have to work. De visszatérve komolyságra, én azt mondom, hogyha megvan a szerződésed egy kiadóval, akkor nagyon nagy luxus az, hogy hátradőlsz és vársz, hogy na, mikor jön az inspiráció. Ma éppen nincs inspiráció, úgyhogy ma nem dolgozom. Onnantól fogva dolgozni kell. Viszont én elég sok helyen jártam, nagyon sok mindent láttam a munkám során, és szinte mindenféle gyilkosságot, bűncselekményt láttam, amit csak el lehet képzelni. Élve felgyújtott embereket, lefejezett embereket, megcsonkított embereket, kivéreztetett embereket, félbevágott embereket, így félbevágott embereket, úgy 7 darabba vágott ember, úgyhogy az a fajta gonoszság, amit az egyik ember a másikkal meg tud tenni, az szinte leírhatatlan és elképzelhetetlen. Úgyhogy nagyon sok mindent láttam, és az én helyzetemben azt mondom, hogy előállni egy büntettel, egy bűncselekménnyel nem olyan nehéz. So my career is 15 years and I wrote 12 books, number 13. 15 év alatt 12 könyvet írtam, a 13. az most jön ki. 15 different kinds of crimes. It's not, it looks like it's a lot, but it isn't. You know, it's like 15 different books, 15 different kinds of crimes. Hogyha arra gondolok, hogy mondjuk 15 bűntény vagy 13 bűntény, és ehhez képest én mennyit láttam, nos, akkor a 15-ös szám az egy nagyon kicsi szám ehhez képest. But it's all fiction, you know, when I create something. Tehát rengeteg tapasztalatom van, nagyon sok mindent láttam, úgyhogy egyáltalán nem nehéz kifundálni egy bűncselekményt. You know, there's a lot of darkness in here. Nekem is annyi regényem van, amennyi neked nagyjából, viszont én nem tudom azt elképzelni, hogy ugyanazzal a főhőssel írjak meg minden egyes regényemet. Nem lehet elunni ugyanazt a főhőst éltetni hosszú-hosszú köteteken keresztül, illetve azt is olvastam, hogy nem olvasod vissza a regényeidet egyáltalán. Hogyan lehet ennyi mindent a fejedben tartani egy sorozattal kapcsolatban? I got asked sort of a similar question yesterday, and I don't know. The real answer is I don't know. Igen, ez nagyon gyakran kérdezik tőlem az emberek ezt a kérdést. Őszintén szólva nem tudom. Felteszik például azt a kérdést, hogy mit gondolok, hogy a pszichológiai részek hogyan fognak hatni az olvasóra. Kaprok gyakran dicséretet, hogy milyen jól vezetem a cselekvény vonalát.
pont akkor állok meg, amikor már érzem azt, hogy az olvasónak ez már túl sok lesz, hogy őszintén mondjam, vagy belegondolok, én ilyet nem csinálok, egész egyszerűen a történethez próbálok hű maradni, tehát leülök, és megírom azt, ami történt, nem figyelek arra, hogy na, mit szeretne az olvasó, mit kér tőlem a kiadó, csak leülök és megírom ezt a történetet. Gyakran mondják az emberek nekem azt, hogy jaj, de szeretjük Huntert, milyen kedves a karaktere, és én egyáltalán nem biztos, hogy egyetértek azokkal a dolgokkal, amit mondanak. Például a keresztes gyilkos esetében, akkoriban ugye ez volt az első könyvem, és szerintem egy nagy katyvasz az egész, nem volt egyáltalán tapasztalatom az írásban, előtte még egy novellát sem írtam, és 20 percben el tudom mesélni a történetét. El sem tudom képzelni, hogy egy ilyen 20 perces történetet, hogy tudtam 400 oldalban megírni. Amikor először megírtam a keresztes gyilkost, akkor a végén Hunter meghal, és hát ugye akkor még nem úgy állt a dolog, hogy ebből egy sorozat lesz. Elküldtem az ügynöknek, ő pedig visszaírt, hogy jó, de nem gondoltál arra, hogy mondjuk legyen folytatása ennek a történetnek? És utána visszakérdeztem, hogy jó, de miért? Azt mondta, hogy hát itt könnyebb eladni a történetet egy kiadónak. Úgyhogy végül is hazamentem, és leültem, és az utolsó 20 fejezetet teljesen át kellett írnom annak érdekében, hogy akkor visszacsináljam, és Hunter nyomozó mégse halljon meg a történet végén. Úgyhogy amikor azt mondják az emberek, hogy jaj, de tetszik nekünk ez a könyv, mennyire jól meg van szerkesztve, hát én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem egy toldozott munkáról van szó. Nem tudom, hogy hogy írom meg a történetet. Patch it up. So I don't know. When people, I get so many female fans. I said, I think I'm in love with Hunter. Nagyon gyakran például női olvasók azt mondják nekem, hogy jaj, de szeretjük Huntert. És hát én belegondolok, jó, de csak ő csak egy képzeletbeli figura, nem is tudom, hogy hogyan formáltam meg. Aztán ugye hogyan írok, hogyan születik meg a sztori a fejembe. Bocsánat, még egy azt a kérdést is szoktam kapni, hogy Hunternek mikor lesz végre újra barátnője. Nem tudom. Én csak leülök, megírom a történetet, ami ott van a fejemben, és próbálok nem foglalkozni azzal, amit mások mondanak. És az a tanácsom az íróknak is, hogy írd meg a saját történetet, ne azt, amit az ügynököd, ne azt, amit az édesapád, ne azt, amit a barátaid mondanak, hanem te írd meg úgy, ahogy te tudod, a te saját hangoddal, és ne arra gondolj, hogy na vajon ő mit szeretne, vagy ő mit szeretne. That people like. So when people ask me, oh, is there a book would you like to have written The Silence of the Lambs or Harry Potter? Like, no, because if I wrote The Silence of the Lambs, it would be a different story. Azt a kérdést is szoktam hallani, hogy én hogyan írtam volna meg a Harry Pottert, vagy a Bárányok Hallgatnak című művet. Nekem arra a válaszom, erre a válaszom mindig az, hogy a Harry Potter azért olyan, amilyen, mert J.K. Rowling írta meg az ő saját szavaival, és ez így jó, mindenkinek a saját történetét kell megírnia. Felejtsük el azt, hogy ki mit mond, ki mit tanácsolna, csak le kell ülni, és a saját történetünkhöz kell ragaszkodni. Én is ezt teszem, és nagyon örülök, hogy a végeredménynek az emberek így örülnek, és tetszik nekik. A frissen magyarul megjelent regényedben, a Gonosz nyomában címűben egy főgonosz tér vissza, ugye Lucien Folter, akiről azt nyilatkoztat, hogy három olyan gyilkosból gyúrtad össze, akivel találkoztál a kriminálpszichológusi munkáid során. Mennyire fér között be főgonoszként a te fejedben, és kikből gyúrtad őt össze? Igen, ezek a gyilkosok, hát ugye nincsenek folyamatosan ott a fejemben. El kell ehhez mondanom, hogy a Gonosz elme című könyv az ugye a hatodik művem volt. It was a very
odd and different book because I had five books into that. És előtte írtam öt másik regényt, ami arról szól, hogy elkövetnek egy gyilkosságot, valamiféle bűncselekményt Los Angelesben, és Hunter nyomozónak az a feladata, hogy kiderítse, hogy ki volt, megpróbálja őket elkapni. Viszont ez a hatodik, ez egy teljesen más történet, ugye itt már úgy kezdődik az egész, hogy megtörtént a letartóztatás. Egyébként hogy miért született meg ez a legújabb könyv. Nos, ez azért, mert gyakorlatilag a kiadómnak a vezérigazgatója jött oda hozzám, és azt mondta, hogy hát annyira tetszett nekem ez a karakter, és mi lenne, hogyha ismét visszatérne harmadjára, és hát hogyha ő mondja, akkor nyilvánvalóan meg kell írni ezt a könyvet. Azt is elmondanám, hogy nagyon nehéz megírni egy sorozatot, tehát egymást követő könyvekben folytatni ugyanazokkal a karakterekkel ezt a történetet, hiszen hogyha először írsz egy jó könyvet, és ez mindenkinek tetszik, akkor utána aggódsz, hogy mi lesz, hogy a másodikkal mondjuk tönkre teszed az előzőnek az élményét. Nagyon sok filmmel megtörténik például ezt, hogy az elsőt szeretik, és utána azt mondják, hogy jó, de a második az nem volt jó, leromboltad igazából az első filmmel adott élményt. Úgyhogy én nagyon szerencsés voltam azzal, hogy ez nem történt meg, és sikerült jól folytatni a Gonosz nyomában című könyvvel. Egy gonosz elme a könyvnek a címe, és hogy honnan jött az ötlet, kikből gyúrtam össze. Ugye az első könyv volt a Gonosz elme. Ugye a munkám során is találkoztam, láttam jó pár ilyen gyilkost, illetve tanulmányoztam is ilyen embereket. Most ezek azok a típusú emberek, akik 100%-ban pszichopaták. Tehát semmi érzelem nincs bennük, nem éreznek szeretetet, gyűlöletet, nem éreznek dühöt, empátiát, tehát semmiféle érzelem nincsen a fejükben. Hiányzik belőlük, tehát ez egyfajta betegségnek is hívható, és ez azt jelenti, hogy a bűncselekmény során bármit meg tud tenni az illető, nincsen semmi ott a fejében, ami megakadályozná, megállítaná őt. Ez olyan, mint amikor nem érez valaki fájdalmat, akár levághatná a saját fejét, akkor sem fájna neki semmi, és szaladgálhatna ugyanígy tovább. Persze próbáltam egy kicsit összekuszálni a dolgokat, nem pontosan ugyanúgy írom le ezt az embert, mint azok a gyilkosok, és nem is nevezhetem meg ezeket az embereket, mert esküdtettünk arra, hogy nem adhatjuk ki ezeket az információkat. Amikor írtam róluk, vagy róla, akkor néha azt gondoltam, hogy talán ez egy kicsit túl sok. De végső soron aztán mégis beletettem ezeket a dolgokat, amit leírtam. Úgy próbáltam leírni, megformálni ezt a karaktert, hogy vettem mindenhonnan egy kicsit. Milyen lehet egy gyilkosnak a lelke? Mi lehet az ő fejében? Minden gyilkos más. Ebben a könyvben, vagy ebben a figurában úgy próbálom ezt megfogalmazni, hogy mindenből egy kicsit kipróbálok, mindenfajta gyilkos típusba egy kicsit belemegyünk. Van például a szexuális ragadozó típus, van a folytogatós típus, van a kínzós típus, és ugye ezekről jegyzetek készültek, hogy ki milyen. Úgy próbáltam elkészíteni ezt, mint egy tanulmányt, amit akár később használhatna az FBI is. Ugye volt nyilvánvalóan ez az elvárás a vezérigazgatótól, hogy jó, hogy akkor hozzam vissza ezt a karaktert, és akkor megtettem. Ami számomra nagyon furcsa, hogy mint ahogy ez a vezérigazgató is, nagyon sok olvasó mondja azt nekem, hogy hát imádom Lucient, annyira tetszik a karaktere, és hát nekem meg ugye az a válaszom, hogy jó, de hát ő egy gyilkos. Úgyhogy ezért lepett meg ez a kérés, hogy hívjuk őt vissza harmadszorra is. Nem tudom, miért szeretik őt. Mindig az a visszakérdésem, hogy elolvastad te egyáltalán a könyvet, hogy mit csinál ez az ember. Úgyhogy számomra az az érdekes élmény, hogy nem csak Huntert szeretik, hanem egyéb karaktereket is, mint például ez a Lucien nevű gyilkos.
I don't know why, but they do. So yeah. Ugye azt mondod, hogy szeretik Lucien, tehát kvázi rajonganak érte az emberek. De attól nem félsz, hogy mint kriminálpszichológus a regényeid által mondjuk tanácsot adsz egy bomlott elmének, vagy valahogy őt kiképzed arra, hogy hogyan kell gyilkolni? I get asked that a few times, like if I'm worried that maybe my books sokszor teszik fel nekem ezt a kérdést, de én egyáltalán nem aggódom, hogy a könyveim ötletet adnék a gyilkosok számára. A hollywoodi filmekben ilyen létezik, viszont a valódi életben nem. A gyilkosok nem a könyvekből veszik az ötletet, és nem a tévésorozatokból. Ott van például a CSI helyszínelők, ez is rengeteg ötletet adhatna egy gyilkosnak, de inkább az ellenkezője történik, én úgy gondolom. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy látják ezt a sorozatot, és szeretnének például igazságügyi szakértővé válni. Tegnap például Magyarországon itt volt egy dedikálásom, és valaki azt mondta, hogy a te könyvednek köszönhetően döntöttem úgy, hogy szeretnék kriminálpszichológus lenni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezen a szakon fogok felvételizni az egyetemre. Aztán Lengyelországban tartottam egy dedikálást, oda jött hozzám egy lány, és azt mondta, hogy a te könyveid inspiráltak engem. Emlékszel, 5 évvel ezelőtt leveleztünk, akkor azt mondtam, hogy szeretnék igazságügyi szakértő pszichológus lenni a te könyveid hatására. Nos, hát most végeztem az egyetemen, úgyhogy ettől én teljesen le voltam nyűgözve, és mint mondtam, ugye egyéb tévésorozatok és filmek is adhatnának ötletet a gyilkosoknak, de inkább ennek az ellenkezője történik. Az embereknek felnyitja a szemét, hogy mit szeretnének tanulni, tanulmányozni, és a bűnözőknek talán inkább ötletet adnak arra vonatkozóan, hogy mi az, amit ne tegyenek. Úgyhogy egyáltalán nem aggódom, és úgy gondolom, hogy mint ahogy a könyvírásnál, itt is az a helyzet, hogyha valaki előre megfontolt szándékkal el akar követni egy gyilkosságot, akkor ezt a saját módján fogja megtenni. If it is premeditated, right? A lot of crimes are not premeditated. És egyébként a gyilkosságok nagyon nagy százaléka úgy történik, hogy az ember elveszíti az uralmát, elveszíti a fejét, és átmenetileg olyan lelkiállapotba kerül, hogy hirtelen felindulásból valamit elkövet. Nagyon nagy hányada a gyilkosságoknak ilyen. Például olyan ez, mint amikor hirtelen mérgedben az asztalra csapsz, akkor nem fut át a fejeden az, hogy a kezedet fogod csak beütni az asztalnak, pedig semmi baja nem lesz, de vannak ilyen másodpercnyi időszakok, amikor elveszítjük a fejünket, és ilyenkor ilyen dolgokat megteszünk. Egy másodpercbe kerül meggyilkolni valakit, és nagyon sok bűncselekmény így történik, hogy az illető elveszíti a fejét, rádob a másikra valamit, ellöki, use a knife on somebody, you know. So egy késsel hirtelen leszúrja, és már meg is történt a baj. Viszont, hogyha előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságokra gondolunk, akkor az emberek általában a gyilkosok a saját módszereiket választják. Általában ugye a kés az egy elég gyakori eszköze az elkövetőknek, illetve az Egyesült Államokban pedig a fegyver. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet Angliából, ez egy 6 részes dokumentumfilm. Killed by social media. So az a címe, hogy Killed by Social Media, vagyis a közösségi médián keresztül gyilkoltak meg valakit. Itt az esetek többségében, illetve minden eset arról szól, hogy az illető a gyilkosát a közösségi médián keresztül ismerte meg. Tinderen, Facebookon keresztül. Majdnem mindig lányokról van szó, akik megismertek egy partnert, és aki utána meggyilkolta őket. Az esetek többségében itt késes gyilkolásról van szó, hiszen Angliában vagyunk. Viszont, hogyha mondjuk az Egyesült Államokra gondolunk, akkor ugyanez
ez fegyverrel, lőfegyverrel elkövetett gyilkosság lenne. Sokszor kapom egyébként azt a választ is, vagy azt az olvasóimtól, hogy a te könyveid megmentették az életemet, segítettek keresztül jutni nehéz időszakokon. Például eljutottam egy olyan pontra, hogy majdnem öngyilkosságot követtem el, de a könyveidnek köszönhetően mégis meggondoltam magam, és mégsem tettem ezt meg. This girl from one of the countries I visited, she was 16 years old. 16 years old. Eléggé hihetetlen, hogy nemrégiben egy 16 éves lány mondott nekem egy hasonló dolgot, és én teljesen nem is értettem az egészet. 16 évesen az embernek nincsenek házassági problémái, problémája a munkahelyen, nincsen problémája, még nem is élt. Vajon miért akarhatta megtenni ezt? I got so many of these messages from guys. De nagyon sok fiatal srác, illetve lány mondja ezt nekem, hogy segített a könyvem, segítettek a könyveim túljutni a nehéz időszakokon. És most már 7 vagy 8 olyan ember is van, akikről tudok, hogy azért döntöttek úgy, hogy egyetemre mennek és tanulnak valamit, mert az én könyveimből vették az inspirációt. Azt látom, hogy nagyon lelkesen mesélsz magáról a kriminálpszichológusi szakmáról, illetve arról, hogy mások a te könyvéd által szeretnék ezt a pályát elkezdeni. Akkor te miért hagytad abba? Magyarországról azt látni, hogy ennek az egész kriminálpszichológusi pályafutásnak a csúcsa az FBI profilozás. Hogyha nem lettél FBI profilozó például? The truth? Az igazságot mondja. The truth? Yeah. Fiatal voltam, és rájöttem arra, hogy a lányok vonzóbbnak találják azt, hogyha egy rockzenekarban vagyok gitáros, mint hogyha kriminálpszichológus lennék, úgyhogy fogtam magam, és átálltam egy rockbandába. The profession itself is an amazing profession, but it's very dark. Azért hagytam abba, mert nagyon sötét volt minden nap. Minden egyes nap szomorú volt, minden egyes nap a gonosz dolgokat kellett látnom, minden egyes nap arról szólt, hogy a fájdalmat kell látnom. Még az a nap is, amikor az az úgymond örömteli nap, amikor elkapják az elkövetőt, segítesz a rendőrségnek abban, hogy elkapják. Ez is egy szomorú nap, mert akkorra már ez az illető meggyilkolt 2-3-4 másik embert. Tehát minden egyes nap sötét, és hogyha ezt éveken keresztül csinálod, akkor hatással van rád. Ahogy Nietzsche is mondta, hogyha belenézel a mélységbe, akkor a mélység visszatekint rád. That darkness every day. És valahogy velem is ez történt. Minden egyes nap nehéz volt, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó, ezt csinálom, de meddig fogom még bírni úgy, hogy nem őrülök bele ebbe az egészbe. Elmondtam, hogy vannak rémálmaim, nem tudok rendesen aludni, nagyon sokszor sírtam. És nem számít, hogy hány büntett helyszínt láttál előtte már, minden egyes bűncselekmény helyszíne más, és teljesen más módon, új módon befolyással van rád, és hat rád. Úgyhogy megírtam 13 könyvet, egyikben sem gyilkolnak meg gyereket. Nem véletlenül, soha nem voltam házas, nincsenek gyerekeim, de hogyha azt látod, ugye amikor dolgoztam, rengeteg olyan esettel volt dolgom, amikor gyerekeket gyilkoltak meg, akár 2-3 gyereket is. És ez egy borzasztó, szörnyű élmény volt, nehéz volt elviselni, gondoltam arra, hogy meddig bírom ezt még, és a zene pedig mindig is érdekelt, mindig szerettem a zenét, és az amerikai zeneiparról tudni kell azt, hogyha nem vagy fiatal, akkor nem rúghatsz labdába, 40 évesen nem lehet már elkezdeni, 20-valahány évesen még tudsz valamit csinálni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most vagy soha, fogtam magam, feladtam az előző foglalkozásomat, a kriminálpszichológiát, ott hagytam csapott papot, elutaztam Kaliforniába, és elkezdtem rockzenekarokban zenélni, és igazam volt, ez tényleg vonzóbb a lányoknak, mint a kriminálpszichológia. Egy picit még visszatérve a sorozatgyilkosokhoz, valamiért azt láttam, hogy Amerika a sorozatgyilkosoknak a hazája, tehát mint hogy ott lentek volna a legtöbben, akik több embert is megöltek, mint hármat. Ez igaz-e? Illetve a másik kérdés, hogy összevonva a kettőt, hogy
Vajon miért lehet manapság kevesebb sorozatgyilkosról hallani? A bűnöldözésnek a fejlettsége az oka, vagy pedig egészen más világot élünk, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, amikor rengetegen voltak Ted Bundytól kezdve csomóan? Először is egy megjegyzés előtte, hogy az FBI a definícióját nemrégiben megváltoztatta a sorozatgyilkosokat illetően. Korábban a több mint három embert meggyilkoló sorozat embert vagy gyilkost nevezték sorozatgyilkosnak. Most már ezt szigorították, és hogyha valaki több mint két embert meggyilkol, akkor már sorozatgyilkossá válhat. Tehát manapság könnyebb sorozatgyilkossá válni. De hogyha megnézzük az amerikai bandákat, akkor majd, hogy nem az összes tagjuk sorozatgyilkos, hiszen több mint egy embert ugye meggyilkoltak. Azt hiszem, hogy talán a definícióban a gyilkosság elkövetésének módja is számít, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Azt viszont nem mondanám, hogy az Egyesült Államok otthona a sorozatgyilkosoknak. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ezek a hírek jobban bekerülnek, jobban a napvilágra kerülnek, mint mondjuk máshol. Például, hogyha Oroszországot nézzük, akkor itt sokkal több sorozatgyilkos van, és sokkal több őrült gyilkos van. Ez viszont egész egyszerűen nem kerül napvilágra, ugyanis a kommunista hagyományból jön még az, hogy erről nem beszélünk, próbálunk jó színben feltűnni, úgyhogy ugyanis, hogyha napvilágra kerül ilyesmi, akkor ezáltal a kommunistákat rossz színben tüntetjük fel, tehát megpróbálják elrejteni ezeket a szörnyű eseteket. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy az Egyesült Államok a sorozatgyilkosoknak az otthona, viszont az mindenféleképpen igaz, hogy itt nagyon erőszakos bűncselekményeket követnek el. Néha azzal szoktam viccelődni, hogy van a bűncselekmény, a súlyos bűncselekmény, az nagyon erőszakos bűncselekmény, és az egésznek a legtetején ott van Amerika. Ugyanis itt nagyon magas az erőszakossági szint, mint ahogy mondtam. Például olyan esetek is vannak, hogy említettem a mikrohullámú sütőbe betett csecsemőt, de olyan is történt, hogy egy gyerek nem hagyta abba a sírást, és az ember kidobta a 10. emeletről az ablakon. Utána jött a barátnője, hogy te mit tettél, fogta magát és a barátnőjét is kidobta az ablakon, majd pedig, amikor a rendőrség berúgta az ajtót, akkor éppen az ember baseball meccset nézett a televízió előtt, nem, kosárlabda meccset, és éppen nassolt közben egészen kényelmesen és nyugodtan. Viszont Amerikában ugye ezek mind bekerülnek az újságokba, ugyanis ezáltal növekszenek az eladások nyilvánvalóan. Az FBI becslései szerint minden egyes nap legalább 100 sorozatgyilkos tevékenykedik, és nyilván ez minden országban jelen van. Az Amerikai Egyesült Államokban ez jobban látható, többet olvasunk róla. De ott van például az iskolai lövöldözéseknek az esete. Ez viszont tényleg gyakoribb Amerikában, mert bármely más országban, hogyha ilyen megtörténik, az mindenképpen bekerül a hírekbe, és látjuk azt, hogy Amerikában van a legtöbb ilyen eset. Úgyhogy ez mindenképpen gyakoribb, és talán az a helyzet, hogy megpróbálják például Oroszországban elrejteni ezeket az eseteket. Again, it's not that America is the biggest, it's just the news in America comes more about. Minden országban vannak sorozatgyilkosok, őrültek, pszichopaták, pedofilok, mások, erőszakos emberek, rablógyilkosok, egész egyszerűen nálunk ez gyakrabban bekerül a hírekbe. Egy picikét még a sorozatgyilkosokról beszélgessünk, mert ez nagyon izgalmas. Mennyire igaz az, hogy a sorozatgyilkosoknak a nagy része szexuális indítatásból gyilkol, illetve mennyire igaz az állítás, amit én hallottam több helyről, hogy mondjuk, hogyha valaki sorozatgyilkosként késsel öl, akkor az valamilyen szinten szintén szexuális jellegű, kvázi, hogyha férfi csinálja, akkor fallikus szimbólumként is értelmezhető az áldozat szempontjából. Igaz, tehát nagyon sok gyilkosságot követnek el úgy, hogy van egy szexuális aspektusa ennek a gyilkosságnak, a bűncselekménynek. Because of a sexual gratification. For some reason,
Sokan azért, mert szexuálisan ez kielégíti őket, vagy előtte, vagy a gyilkosság közben, vagy pedig a gyilkosság után történik ez meg. Nagyon sokan azért csinálják, mert közben hatalmat éreznek, és nagyon sok olyan eset is van, hogy szexuális aktus nem is történik, csak szexuális izgalmat éreznek amiatt, hogy ők gyilkolhatnak. I fascinate myself on that because I got 13 books. Egyébként ugye 13 könyvet írtam, és egyetlen egy alkalommal sem volt ilyen gyilkosság bennük, hogy szexuális aspektusa volt, annak ellenére, hogy a világban nagyon sok ilyen bűncselekmény történik. There are studies about the knife and there are a few things that have been found. Vannak tanulmányok, vizsgálatok a késes gyilkosságokkal kapcsolatban, és azt is találták, hogy például a folytogatás esetében is az a helyzet, hogy sok gyilkos azért csinálja, mert így közvetlen kapcsolatba kerülhet az áldozattal. És érzi, amikor haldoklik az illető, és azáltal, hogy a kezét a nyakára teszi, ezért érzi az illetőnek a szívverését, illetve azt is, hogy az megáll. És vizsgálatok kimutatták, hogy ilyenkor az elkövetők egyfajta isteni hatalmat éreznek, hatalmat élet és halál fölött, tehát ilyenkor nem Isten dönti el, hogy az illető mikor hal meg, hanem a gyilkos. És nagyon sok tanulmány szól ezekről az esetekről. Vannak olyan nagyon híres, hírhet sorozatgyilkosok, akik nagyon bekerültek a médiába, az ő esetükben is szinte mindig erről van szó, Ted Bundy, vagy BTK, vagy Jeff Dahmer. All of them had a sexual motivation and gratification behind it. Ők is az ő esetükben is a szexuális aspektus az nagyon erősen jelen volt. Visszatérve az én könyveimre, 13 alkalom közül egyszer sem bírtam arról írni, amikor gyerekeket gyilkolnak meg, illetve szexuális erőszakról sem tudtam írni. People get very connected with books and unfortunately rape is a crime. Ugyanis sajnos túl sokszor történik a világban szexuális erőszak, és nagyon sokszor nem jelentik be ezeket az eseteket a nők, úgyhogy úgy gondoltam, hogy talán ez volt az egyik kevés alkalom, amikor gondoltam az olvasóimra. And again, it's something that happens so much in serial killers. Hiszen ez adott esetben visszahívhatja az illetőnek a traumáját. Some of them do that. So I never wrote. Nagyon sok olyan eset van a sorozatgyilkosoknál, hogy túlszulejti az illetőt, megerőszakolja, majd pedig meggyilkolja. Úgyhogy a 13 alkalommal én egyszer sem írtam ilyesmiről, amikor szexuális aspektus jelen volt, mindig ugye megtörténik a boncolás, és ilyen Hunter nyomozó megkérdezi, hogy szexuálisan bántalmazták az áldozatot, és a válasz az egyértelműen az, hogy nem. Habár visszakondolva, talán egyszer volt egyszer egy ilyen eset, de ezt próbálom kerülni. On the subject, just those people, they don't know. Visszatérve még erre a témára, az emberek nem tudják először, hogy ez örömöt okoz nekik. Tehát például ez a híres BTK eset, bind, torture, kill, vagyis megkötözi, megkínozza és utána meggyilkolja. Ez az ember, ő egy szalonna sütésen jött rá, hogy ez neki tetszik. Ott volt pár gyerekkel, a szülők máshol voltak, és a gyerekek elkezdtek egymással játszani. Ott volt egy kislány is a társaságban, és hát bolondoztak, megérintették egymást, mindenfélét csináltak. És amikor az édesanyja bejött, azt látta, hogy a kislánya mit csinál, és fogta magát, felpofozta a gyereket. You shouldn't do this. That slap when the kid, és a fiú látta ezt az esetet,
és azt érezte, hogy ez neki jól esik. Előtte nem tudta, hogy számára szexuálisan izgató tud lenni. Ebben a pillanatban jött rá, amikor látta, hogy ez az erőszakos dolog megtörténik ezzel a kislánnyal, hogy felpofozzák. Ez valamit kiváltott, triggerelt az agyában. Tehát így kezdte az egészet. Nem tudott róla, aztán látta, rájött, hogy ez neki tetszik, és ez elindította ezt az egész folyamatot. Van egy ausztrál film, fetisisztákról szól. Egy pár a történetét meséli el, akik fekszenek az ágyban éppen, és kap egy telefont a férfi arról, hogy az édesapja meghalt. Nyilván ez szörnyen érinti, és elkezd sírni. Annyira felzaklatja ez az esemény. És ez az első alkalom, amikor a felesége látja sírni a férfit, és rájön arra, hogy ez őt szexuálisan izgatja a férfinak az érzelmi fájdalma. Előtte erről nem tudott egyáltalán, próbálja megnyugtatni a férjét, és a végén az lesz a dologból, hogy szexelnek, és utána azt mondja, hogy hát ez volt a valaha legjobb élményük. Úgyhogy onnantól fogva a nő mindent megtesz annak érdekében, hogy lássa a férfit sírni, még a macskát is megöli, mindent elkövet, hogy lássa, hogyan sír. Ugyanis ez az, ami felizgatja, ez az, ami triggereli őt. De ez is egy olyan nagyon érdekes dolog, a gyilkosoknál is így van, hogy előtte nem tud róla, aztán egyszer csak lát valami ilyesmit, és rájön hirtelen, hogy ez neki tetszik. És akkor következik be a baj, hogy egyre tovább lép az illető, eszkalálódik a dolog, egyre erőszakosabb cselekedeteket követel, és egyre izgatóbbnak találja ezt a dolgot, és amikor valakit megöl, az egyfajta ilyen érzelmi robbanás, és úgy dönt, belesodródik az egészbe, és eldönti, hogy akkor ő csak ezt fogja csinálni. Tehát ez egyfajta betegség. Amikor legutoljára olvastam a pszichopatákról, sorozatgyilkosokról, akkor mintha nem lett volna abban konszenzus, hogy ez miből is ered. Tehát, hogy ez gyerekkori trauma, gyerekkori tapasztalat, vagy pedig ennek van fizikális oka, valamilyen homloklebenyes dolgot olvastam ezzel kapcsolatban. Lehet tudni, hogy ezek a problémák miért alakulnak ki az emberek? Nem tudjuk pontosan. Igazából gyakran kapom ezt a kérdést, de mindegyik eset lehetséges. Az, hogy valaki gonosznak születik, illetve gonoszzá válik valamikor az élete során. Can a person be born with 6 fingers in one hand? Lehetséges-e az, hogy valaki 6 ujjal születik? Igen, normális ez? Nem. Lehetséges-e az, hogy valaki vakon születik? Normális ez? Nem. Down-szindrómával születik valaki? Normális ez? Nem. Tehát nagyon sok minden lehet, ami megtörténik, és nem normális. Például valamilyen hiányossággal születik az illető. Hormonális problémája van, ami miatt erőszakos lesz, vagy hajlamosabb lesz az erőszakra, vagy pedig nem lesznek érzései. Normális ez? Nem. Tehát nem tudjuk a pontos választ. Mint ahogy említettem, a pszichológia nem exakt tudomány, és a 2 plusz 2 az nem mindig 4. Nincsen mindig minden kőbevésve. Elképzelhető, hogy valaki hormonális vagy agyi problémákkal születik, az is elképzelhető, hogy kialakul nála valami. Például van egy eset, írtam is róla, az 1960-as években történt egy építésszel, aki egyszer csak fogta magát és meggyilkolta az édesanyját, a feleségét, majd pedig szerzett egy fegyvert, fogta magát, bement az egyetemre, felmászott az óratoronyba, és ott 2 órán keresztül lövöldözött, és embereket gyilkolt meg. Egészen addig, amíg a rendőrség le nem lőtte onnan, és addig 14 embert sikerült megölnie, és 32 embert pedig megsebesített. Amikor végül a rendőrség lelőtte, akkor találtak nála egy levelet, amelyben a következőket írta.
Én nem tudom, hogy mi történik velem, szeretem az édesanyámat, szeretem a feleségemet. De nemrégiben fejfájásom alakult ki. Mindig, amikor elkezd fájni a fejem, akkor azt érzem, hogy erőszakossá válok, és ölni akarok. Arra kérem önöket, hogy miután meghaltam, mert tudta, hogy meg fog halni, kérem szépen, hogy boncoljanak fel, és nézzék meg az agyamat, nézzék meg, hogy mi az, ami nem stimmel benne. Meg is tették ezt, és egy tumort találtak a hipotalamuszban, amely nyomta az amigdala központot. És ennek köszönhetően egy előtte normális ember teljesen erőszakossá vált. De más lehetőségek is vannak. Van olyan, amikor a társadalom tesz erőszakossá téged. Tehát erőszakos környezetben nősz fel, és emiatt leszel erőszakos. Kimutatták azt, hogy azon emberek 60%-a, aki olyan környezetben nő föl, hogy családon belüli erőszakot tapasztal, ő maga is erőszakossá válik a feleségével, vagy pedig a gyermekeivel szemben, csak azért, mert a szülei így nevelték, vagy ilyen környezetben nőtt fel. Tehát lehet ilyen a környezet miatt, ami körülvesz, előfordulhat az is, hogy valamiféle hiányosság alakul ki az illető testében, ami megváltoztatja a viselkedését. Tehát nem vezethető vissza kristály tisztán egy dologra. Find it for sure. It's the same thing as saying, okay, why do you like olives and I don't like ez olives? Olyan, mint amikor te szereted az olivát, én nem szeretem. Like, what makes a person like fish and the other person don't like valaki fish? Szereti a halat, valaki más pedig nem. De hát nem tudjuk pontosan kitalálni, kideríteni, hogy mi lehet az oka. Until they find it. And because, yeah, so they found a thing on the frontal lobe. Lehet az is, hogy a frontális lebenyben van valami, de lehet valami teljesen más is. Nem tartom nyilván kizártnak a megoldás megtalálását, tehát a tudomány az folyamatosan halad, viszont mind sokféle dolog lehetséges. Lehet a környezet, az is lehet, hogy valakivel történik egy baleset, és emiatt lesz erőszakos. Volt például egy olyan eset, hogy a kisgyerek hintázott, leesett a hintáról, beütötte a fejét, és onnantól fogva erőszakossá vált, tehát valami történt az agyában, és emiatt indult el ez a változás. Rengeteg kérdésem lenne még, de kiválaszok egyet a listámról, aztán hagylak elmenni, mert rengeteg programod van még a nap folyamán. Miért van az, hogy a nők ritkábban gyilkolnak, és hogyha gyilkolnak, akkor általában méreggel teszik ezt. El akarják kerülni a vérokozta mocskot? Ez azért van, mert a nők kevésbé erőszakosak, és általában több kontroll van a viselkedésük felett. Egy vizsgálat kimutatta azt, hogy általában a nők inkább ugye méreggel gyilkolnak, illetve próbálnak úgy gyilkolni, hogy ez ne járjon vérrel. Például egy vizsgálatban azt találták, hogy a folytogatás, illetve a méreg az elég gyakori volt. És azt is kiderítették ebben a vizsgálatban, hogy a nők általában a hozzájuk közel álló embereket gyilkolják meg gyakrabban. Tehát például volt egy eset, amikor egy sorozatgyilkos, nem jut az eszembe a neve, idegeneket gyilkolt meg, kamionsofőröket. A nők esetében ez kevésbé igaz. Ők általában hozzájuk közel álló embert, a férjüket, fiúkat, gyereküket, testvérüket, anyjukat gyilkolják meg. Ezt találta, ezt derítette ki ez a vizsgálat. A pszichológia pedig nyilvánvalóan próbálja összeszedni a kapcsolatokat, megpróbál dolgokat egymással összefüggésbe hozni, de nem állíthatjuk azt, hogy nincsenek olyan nők, akik mondjuk ne lennének erőszakosak, vagy nem használnának mondjuk lőfegyvert. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a magyarázat arra, hogy úgy teszik, úgy gyilkolnak, ahogyan, de ténylegesen azt láthatjuk, hogy
olyan módszereket választanak, ahol általában nincsen vér, kevésbé választják azt, amikor mondjuk vér folyik, és egyébként az olvasóim elég nagy többsége nő, ők gyakran mondták azt nekem, hogy szeretjük a könyveidet, imádjuk olvasni, de hogyha filmformában ezek megjelennének, akkor nem biztos, hogy megnéznénk. Ugye itt is azt látjuk, hogy még elolvassák, de nem biztos, hogy végignéznék. Talán még egy dolgot hozzáfűznék, talán ez egy oka lehet, a fizikai erőhiánya az, ami miatt inkább mérget használnak a nők, ugyanis például, hogyha megpróbálná eltörni a férje nyakát, akkor lehet, hogy ez nem sikerülne egész egyszerűen azért, mert a férfi erősebb nála. Tehát próbálják kerülni a fizikai kontaktust, mert tudják azt, hogy ha konfrontálódnának, akkor a másik fél győzne. A méreggel ellentétben ezt egész egyszerűen adagolják, és a végén az illető meghal. Úgyhogy ez is lehet az oka ennek, ugyanis, hogyha egyenesen konfrontálódnának, és mondjuk a fiúkat, férjüket így próbálnák meggyilkolni, akkor a másik győzne, adott esetben ők halnának meg. Még egy kérdés nem bírom ki, szakmai kérdés. Azt olvastam, hogy a brit piacon és az Egyesült Államokbeli piacon egészen máshogy szerkesztik a könyveidet. Ez igaz? Tehát, hogy a brit piac az egy kicsit keményebb szöveget kap, mint az, a, az amerikai piac? Igen, van egy ilyen eset. Nem mondom azt, hogy vannak olyan piacok, ahol hát úgymond kevésbé erős verziót kapnak az olvasók, de volt egy ilyen eset. Ugye az amerikai piacon kettő könyvem jelent meg, a Gonosz Elme és a Nevem Halál, illetve most fog megjelenni a Gonosz Nyomában, és itt arra kértek engem az angolok, hogy egy fejezetet változtassak meg. Itt a 42. fejezetről van szó, méghozzá azért, mert Angliában történt egy eset, amelyre nagyon hasonlított ez a leírás, és azt kérték tőlem, hogy ha lehet, akkor ezt változtassuk meg. Úgyhogy az történt, hogy egy kicsit letompítottam ezt a részt. És amikor utána szétküldtük az országoknak a kéziratot, akkor megadtam mindkét verziót, és azt mondtam, hogy jó, akkor lehet közül választani. Egyébként mindegyik országban a brutálisabb verziót választották a végén. Ugye az Egyesült Királyságban pedig az történt, hogy a kiadásban a tompított verzió jelent meg, illetve online feltettük az eredeti verziót is. Elmondtuk, hogyha akarják, akkor olvassák el, de akkor készüljenek fel rá. Úgyhogy ez volt az egyetlen momentum, ugye a Gonosz Nyomában 42. fejezet, ahol kérték tőlem, hogy ne legyen annyira élénk a leírás, legyen egy kicsit tompítva, mert nagyon hasonlított. Krisz, köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál, nagyon élveztem. Kívánok kevés rémálmot, sok regényt, és kívánom, hogy egy, hát úgy olvastam, hogy álmod teljesüljön. Ha jól láttam, akkor szeretnél szakácskönyvet írni, mert szeretsz főzni, úgyhogy ez is valósulja meg a jövőben. Dinner with Jeffrey Dahmer. The Secret Recipes. Igen, az lesz a címe, hogy Jeffrey Dahmer, titkos recept. Thank you so much. Thanks for having me. It was great. Thank you. Thanks everybody. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi részeket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is. Bye-bye!